Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Vendégem Matúz János, a Vörösmarty Színház művészeti intendánsa. Szervusz, tisztelettel köszöntelek. A beszélgetésünk apropója pedig, hogy az elmúlt héten adták át a Pro Teatro díjat, a legrangosabb színházi kitüntetés Székesfehérváron, és ki más kapta volna, mint Matúz János. Ez a második esztendő, és azt hiszem, hogy a színházi évadnyitó előtt ez igazi ünnep számunkra, úgyhogy gratulálok minden színház szerető, és általában minden székesfehérvári nevében. Köszönöm szépen. Ahhoz azonban, hogy megismerjünk egy kicsivel jobban, azért kell, hogy tudjuk, honnét indultál. Az eredendőről beszéljünk egy kicsit, menjünk el Szolnokra, a Tiszapartra, menjünk el abba az iskolába, ahol elkezdted a középiskolai tanulmányaidat angol-orosz tagozaton. Ennek fontos része lesz, hiszen a sok-sok nyelv közül a magyar után ez a kettő adta meg az alapot. Igen. Tehetek egy rendhagyó zárójelet, ahogy szoktam. Visszamehetünk egy kicsit még a képzeletben. Mert ezt igazából nem mondtam még el szerintem senkinek. Én Karcagon születtem. Ennek az a következménye, hogy én nekem volt egy dajkám, akinek Karcag pusztán volt egy Kossuth díjas juhtenyésztő apja. A Rákosi korszakban ez egy teljesen normális Kossuth díj volt még. És az első 5 nyarat én gyakorlatilag egy igazi, hamisítatlan pusztai környezetben éltem le. Kábelek, televízió és rádió nélkül ezekkel a Móricz figurákkal. Nekem olyan puszta élményem van, hogy esteledik befelé a pusztán, és megindul 4 pont a horizonton. Az én Banó nevezetű nevelő, vagy dajkámnak a férje fölteszi a bográsban a slambucot. Egy árva szót nem szól. Eltelik egy óra fő a slambuc, a pontokból pásztorok lesznek, igazi kucsmás, subás pásztorok lesznek, polikutyákkal, megfő a slambuc, pattog a tábor, a tűz. Leül ez a 4 bogja, egy szót nem szól. Némán 5 ilyen hegy kanalazza a slambucot, majd a végén azt mondja, hogy no, fölállnak és elmennek. Tehát az, hogy milyen sűrű bír lenni egy pillanat, milyen sűrű és tiszta bír lenni egy élet, és abban semmi romantika, hanem a kőkemény, szikár valóság van, amiben jobb, ha az ember figyel, hogy megérez az összefüggéseket, azt én valahol ott tanultam meg. És ez elkísér máig? Minden másnap. Tehát ezek olyan sűrű élménye a létezésnek, amit én még élek nem fogok tudni megköszönni a sorsnak, hogy én nekem karcagi városi gyerekként egy ilyenben éli részem volt. És ez a fajta figyelés tulajdonképpen ez vitt engem furcsa módon a nyelvek felé is. Tudatos kisrác voltál? Én dupla iker vagyok. Az azt jelenti, ikerszűz vagyok, tehát én nekem én merkúrikus alak vagyok. Én egészen Fehérvárra költözésemig én csak az agymunkában hittem. Én mindent elterveztem előre, én mindent kiszámítottam előre. Az egész életem úgy el volt rendezve, mint egy telefonkönyv, vagy egy MÁV menetrend. Ez a bizonyos germán szellem? Igen, ez a germán szellem, ezt én magamba szívtam. Ugye oroszban ennek nem nagyon volt előnye, csak a fenék, amivel az ember megtanulta azt a néhány ezer szót, amivel tudott kommunikálni. Az angol is sokkal csapongóbb annál sem, mint hogy ezt használtam, de én az első perctől kezdve párhuzamosan tanultam németet is magántanárnál. Tehát én úgy érettségiztem le, és úgy lettem német tanár majd később az egyetemen, hogy egy árva percet nem végeztem hivatalos oktatási környezetben németből. Egészen az érettségig én magán tanulóként tanultam németet, és úgy érettségiztem aztán a Szolnoki iskolában. Miért is akkor azért a 70-es évek közepén, amikor tetőzött az ifjúsági probléma, mint tudjuk, bár a Cseh Tamás a 60-as évekről beszélt, de a 70-es években is így volt, ez azért nem volt egyedi, vagyis ez egyedi volt, hogy valaki nyelvet tanul, az már mint az oroszon túl.
Hát valahogy ugye apám első generációs értelmiségi, ilyen közgazdász, nem mezőgazdász lett. Ők azt mondták, hogy fiam, annyi ember vagy, ahány nyelvet tudsz, és rögtön alsó tagozatban nekem is kellett járnom egy magán öreg nénihez németet tanulni. A hagyományos módon tanultunk régi vastag könyvekből, az óra egyik fele az német tanulással tört zöld, a másik fele pedig neves korán osztunk odahaza hármasban, és azt jobban szerettem. És így tulajdonképpen én a középiskolában megindult, erről most éppen beszélgettünk a mai beszélgetés előtt, hogy ahogyan te is, úgy én is az első kísérleti orosz-angol szakos középiskolai osztályba kerültem, és így gyakorlatilag a már meglévő valamilyen szintű német kompetenciám mellé fölvettük. Az általános iskolában én nagyon jól tanultam oroszul, tehát én versenyeket nyertem, orosz táborokba mentem, Szovjetunióba mentem, nagyon szerettem az orosz dalokat, szerettem az orosznak a hangzását, nagyon imádtam a ragozást, a kiejtéseket, a jerit, mindent, tehát én nagyon szerettem az orosz. Mellé vettük, hogy jó, ha megvan az orosz, akkor meg kell hozzá tanulni egy másik nagy világnyelvet a német mellett, és mert német szak nem indult orosszal, ezért a kísérleti iskola, tehát jött az angol. Angolos. Természetes választás volt ezt követően a bölcsészkar? Igen, de nem egyszerűen. Ha belegondolunk abba, hogy én orosz-angol tagozatos gyerek voltam középiskolában, és magyar-német szakkal mentem fel, ez okozott némi törést ebben a dologban. Nevezetesen, amikor osztályfőnököm, Bélces László az én osztályfőnököm, aki ugye azóta a színházi életben nagyon ismert személyiség, és egészen mostanáig a rendezője volt, vagy műsorvezetője volt a Kaposvárcsiki Gergely Színháznak. Ez az osztályfőnököm volt, és akkor érettségi előtt elment a szülőkhöz, és elmondta, kinek személy szerint, minden osztálytársamnak, hogy őt hol látná az ő pályájában jónak, mint osztályfőnök. És nekem azt mondták szüleimnek, hogy hát én egy ilyen nagyon érdekes, de egy kicsit olyan szétszórt gyerek vagyok, dacára az én merkúrikus pontosságomnak, hogy hát ő nem javasolja nekem az egyetemet, hanem én menjek inkább el angol-magyar szakra, és akkor egy ilyen újságírást, nagyon jól írtam, újságírást látna, de nem kéne nagyon erőltetni a bölcsészkart. Anyámék ezen halálosan megsértődtek, hogy az ő egyetlen fiú vagyok, egyetlen gyereke vagyok anyáméknak, hogy mi az, hogy csak főiskola. Tehát nálunk a főiskola az nem volt cél, hiszen van annál följebb. Úgyhogy anyám meghallgatta az osztályfőnökömet, és azt mondta a család, hogy gyerekem, te egyetemre mégy. És akkor gyakorlatilag azon a hétvégén kitaláltuk, hogy jó, akkor legyen magyar-német. Szóval ugye németből egy sort nem tanultam a gimnáziumban, magyarból igazából néhány fogalmazási versenyen kívül lexikális, azért nem nagyon voltam erős. Úgyhogy hétfő reggel osztályfőnököm gyakorlatilag leesett a székre, amikor én beadtam a papírt orosz-angol helyett magyar-német szakra. Kaptam egy épülőfélben lévő családi ház épülőpincéhez egy kulcsot, azon volt egy üres hordó, egy zöldséges láda, meg egy párna, kint a városban minden, és én 6 héten keresztül minden nap 12 órát tanultam. Be voltam zárva abba a helyre, úgyhogy simán felvettek. És viszont nem használtad ezt a diplomádat, illetve használtad, de azonnal irány a Színház és Filmművészeti Főiskola dramaturg szak. Na most, én nem ennek készültem. Igen. Én nem ennek készültem. De a dramaturgról azért jegyezzük meg, egy kortársadat és dramaturg kollégádat idézném, hanem is pontosan, kivonatosan maradjunk ennyiben. Azt mondja, hogy a világon senki nem tudja, hogy a dramaturg mit csinál. Pontos leszek mégiscsak. Ne várjunk definíciót, mert minden egyes dramaturg mást és mást csinál, ez egy megfoghatatlan dolog, így röviden. Jó, akkor ezt én megfejelem azzal, hogy amikor bennünket, nyolcunkat felvettek az azóta meghalt Szegény Osztabics Levente osztályába, ugye ő volt az Európa Kérdőnek az igazgatója, és akkor osztályfőnöke volt a dramaturg szakunknak. A legelső kérdésünk kollektíven az volt, hogy tanár úr, bennünket most felvettek, de mi az, hogy dramaturg?
úgy vettek fel bennünket, hogy fogalmunk se volt, hogy mi az, hogy dramaturg. Aztán most már tudom, nekem van két definícióm is, egyik a szomorú kétéltű, a másik pedig a rendező barátja. Na most azért ez eléggé olyan mondénnek fogalmazása ennek. Ez egy gyönyörű szakma egyébként. Ez egy gyönyörű, kreatív szakma. Egyetlen egy hátulütője van, hogy ez igazából a gyávák műfaja. Tehát ahhoz képest, hogy egy rendező, egy színész, egy tervező a vására viszi a bőrét az egyes produkciókban való aktív művészeti részvételét, egy dramaturg a legritkább esetben viszi a vására a bőrét, mert ő mindig az rendező háta mögött ül, meg elvégzi a darabbal való előkészítő munkát, elvégzi a darabon lévő munkát, elvégzi a rendezővel való koncepcióalkotás munkát. Tehát egy nagyon szoros szakmai közelségben dolgoznak egymással, de végső soron a végső álment azt mindig is a rendező. Igen, munkával. Viszont nem is a dramaturgia siker. Nem. Egyértelmű. Nem. A kudarcban pedig része van adott. Így esetben. Van, így van. Tehát én azt gondolom, hogy ezért van aztán az, hogy az igazán jó és kreatív dramaturgok egy része, azért az valamilyenféleképpen ezt a pályát ezt úgy szélesíti. Tehát valaki az írás felé megy, könyvkiadás felé megy, a rendezés felé megy, önálló vállalkozásba kezd. Tehát ez mindenféleképpen egy olyan nagyon fontos háttérmunka, ami bizonyos fajta alkotói alázatot követel meg. Bennem sincs meg. Mielőtt innét folytatnók, az életrajzodban olvastam, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos szelet, kivételesen fontos szelete az ének, tehát kérdezem a tenort. Azt az ifjút, aki általános iskolás korában elkezdett énekelni, és tenor lett belőle, és megismerte lelkének jobbik felét, és így tovább. Csak most kivételesen tőled szeretném ezt hallani. Ugye jó hanggal és bátor kiállással ajándékozott, vert meg az élet, teljesen mindegy, hogy mondom. Tehát én vastagon belekerültem a szocialista éra ilyen kulturális műsor részébe. Tehát azon kaptam magam már utólag gondolva rá, hogy az ötödikes koromtól kezdve mi mentünk gyárakba, szövetkezetekbe ünnepi műsorokat adni, és ott ezeket a nagyon ismert 70-es évekbeli dalokat énekeltük több szólamban, és a különböző a kort ünneplő verseket mondtunk. Na most az ember elkerült innen a kórus mozgalomba. Tehát anyám énekelt, mi olyan családból származtunk, sok-sok testvére volt a szüleimnek, ahol az, hogy esténként gyerekek énekelnek közösen, és közben kukoricát hántanak, vagy morzsolnak, vagy csigatésztát csavarnak, az egy teljesen normális bevett gyarló. Tehát én például a toldi estéjét a Szabó bácsitól Karcagon tengeri hántás közben hallgattam. Petroleum lámpa fényén. Tehát aki azért ilyen sűrűségben, megint a sűrűségről beszélünk, hallgatja, abba beleívódik. Az énnek is így jött, hogy én hallottam az anyám öt lány testvét és a három fiú testvét együtt énekelni a kisújszállási gangon. Úgyhogy az, hogy mi éneklünk, az nálunk egy bevett napi gyakorlat volt. Innen kerültem el a kórus mozgalomba, és ugye a tömegkórusban való létezés, az, ami a Fehérváron nagy kórusoknak is a jellemzője, az arról szól, hogy idejüket erre áldozó jószívű laikusokat tőlük telhetően megtesznek valamint egy közösség. Ez egy csodálatos közösség. Fantasztikus. Fantasztikus. Majdnem 20 évet énekeltem a Kodály kórusban Szolnokon, anyámmal együtt, ott ismertem meg a későbbi feleségemet is. Igen. Tehát az, hogy ez, azért ezek a dalok, amik az ember énekli, ezek a harmóniák, hogy egyben hal 6-8-10 szólamot, és abban megtalálja a saját hangját, ez megint olyan akusztikus tapasztalat, ami semmi máshoz nem fog. Tehát egészen más hallgatni kívülről egy éneket, és egészen más egy csapatban játszani, és hozzátenni azt, és hallod, tehát a decibelre hallod azt, amit te hozzáteszel a közhöz. És akkor ebből megtapasztalni azt, hogy kijön egy óriási örömdús belső létezés, amelyre az emberek hetente háromszor, hétfőn, szerdán, pénteken jönnek.
Ugye már ez kivesző félben van, mert ez a fajta áldozás, ez a fajta rááldozás, ez azért egy kicsit azért most, ahogy én látom, azért visszavonulóban van, és nagyon bízom benne, ez csak egy átmeneti helyzet. De innen ugyan ebből a nagy közös éneklésből kiszakítottunk egy 12 fős énekegyüttest, aminek a neve volt az Amicus. Latinul azt jelenti, hogy barátság. Sok-sok amice. Igen, pontosan, mellett. Így van. De most ezzel a 12 baráti körletben már mi a saját szolnoki lakásunkon próbáltunk, és hangversenykórus summa cum laude-ig kerültünk, és a csúcson elkerültünk 2010-ben Tamperébe egy nemzetközi kórusversenyre, ahol a Tamperében az Operaház színpadán énekeltünk. Akkor a színpadon, hogy kamionnal viszik be egyébként oda, és mint egy ilyen dóm veszett a semmibe a nézőt, ott 12 árva magyar ott egy ilyen hatalmas versenyben fellépett, és harmadik legjobb külföldi kórusként elhoztunk 3 ezüst oklevelet. No, ez megint egy mélységesen emberi történet, és kellően elvarázsolt ahhoz, ami ezután következik, hiszen akkor most vágjunk bele a színházba, a vége láthatatlanba. A fekvő nyolcasba, ahogy Bezeredi Zoltán mondta, volt. Ugye Szolnokon kezdted a pályafutásod, hol másutt a Szigligeti Színházban. Milyen egy kezdő dramaturg élete egy vidéki színházban? Hát én ilyen szempontból nem vagyok szerintem egy egyszerű eset. Én félek. Tehát én nekem a leges-legelső élményeim, ha most azt mondhatom, hogy én a legjobban hétfőn szerettem a kezdetekkor Szolnokon a színházban menni, mert hétfő szünnap. Tehát hétfő egyébként tehát annyira szünnap, hogy légyzümmögő szünnap, és akkor ottan botorkáltam ott a folyosón, ugye véletlen kerültem be. Tehát ez azt jelenti, hogy ugye utolsó éves dramaturgként mindenkinek el kell mennie, választania kell egy színházat szakmai gyakorlatként. Akkor én már filmeken voltam túl, és elkezdődött, hetett volna egy filmes utazásom is a szakmában, de akkor egyszerű hazamentem, és bekopogtam Svajda Györgyhöz, akkor volt Szolnokon színházigazgató, hogy igazgató úr, én Matóz János vagyok, maga engem még nem ismer ebben a színházban, én nagyon szeretnék itt tölteni egy fél évet, nem kell semmi nekem, csak engedje meg, hogy bejárjak. És akkor ott ült Svajda, Svajdásan. Legendás. Tehát egy úr volt, gyönyörű bőrbútorok között, egy ilyen, olyan volt, mint tüskeböki, rám néz, te figyelj már, te miért nem jössz hozzánk gyakornoknak, kapsz fizetést is. Olyan nagyvonalú ajánlatot tett annak a odaérkező, remegő térdű, nem is színházi embernek még, hogy akkor értette meg először, mi az, amikor egy színházigazgató a maga székéből gesztusokat képes tenni. Hogy az hogy fölbéri, hogy a bizalom és a nagyvonalúság egyébként mekkora ösvényeket képes magá nyitni egy szűz talajon. Ez ugye negyed százada történt. Igen. És azt hiszem, hogy ahogy mondtad, hogy ösvény nyitott egy nagyon széles sugárútra. Hiszen aztán ott minden bizonnyal volt arra a lehetőséget, hogy kiteljesedj. Hát ugye azért az volt, akkoriban volt ugye a nagy korszak a Törőcsikkel, Garassal, Darvassal, tehát akkor csinálta meg Svajda az ő szolnoki művészínház, onnan mentek utána majd föl megcsinálni a művészínházat Pesten. Persze, hát én ittam azt a légkört, hát Svajda hihetetlen légkört teremtett, és én már akkor is nagyon sokat foglalkoztam oktatással. Egy szolnoki peremkerületi, vagy peremvidéki iskolában én hoztam létre a dráma tagozatot, aminek én voltam 5 éven keresztül a osztályvezető szakmai tanára, tehát folyamatos kapcsolatom volt a pedagógiai világ, igazából egész mai napig nem engedtem el. Tehát én valahol, ha lelkem én miközben egy percet nem tanítottam az állami iskola rendszerben, de tulajdonképpen én folyamatosan pedagógusként élek. És ugyanakkor erre épült tulajdonképpen a pedagógusi pályafutásod, az oktatói tevékenységed, a forgatókönyvírói, az írói, a rendezői
nem sorolom, hiszen itt vége láthatatlan. Megnéztem a lexikonban, hát körülbelül ennyi a forgatókönyvek. Nem túl sok ez szerinted? Nem jártam volna jól, hogyha egy szűkebb mesdjét is magasabbra építem? Jó ez, hogy ezt én azt gondolom, hogy igen. Erre példát is mondok. Drahos Bélával beszélgettem tegnap, aki elmondta szép sorban, hogy a fuvolaművészi pályafutása után hogy lett karmester, hogy lett elismert karmester, hogy kezdett el tanítani a Zeneakadémián, a Pécsi Tudományegyetemen, hogy maradt művészeti vezető, miközben a szóló karrierje nem maradt félbe, és legalább 6 ember, hogy végezte el a doktori iskolát, hogy lett a doktori iskola tagja most már bizonyos értelemben, hogy lett egyetemi tanár a fuvolaművészből, aki töpörtyűként indult el arra felfelé. Tehát én azt gondolom, hogy ez a téged ismerve valamelyest, ez természetes volt. Igen, az ebben utána elkezdtem, ha most majd egyszer Fehérvárra elkerülünk ebben a beszélgetésben, akkor azzal fogom kezdeni, hogy furcsa módon Fehérváron teljesen megváltoztam. Tehát Fehérváron elkezdtem majd ösztönösebben létezni, és sokkal jobban figyeltem arra, ami a szívemből, meg a gyomromból szól hozzám, és kevésbé érdekelt az, ami a fejemből jön. Márpedig itt, ha az adaptációkat nézzük, csak így visszafelé, mint a mennyekben, Kaposvár, a Prospero, Nappanni, Csodálatos Loló, Naplali kalandjai, tehát ezek nyilván tesók. Psziché, a Tűztestvér, akkor csak a forgatókönyvek, hogy még 2008-ban is a nagyjátékfilm a Holtús oldalán, és így tovább, Boszorkányarc, ráadásul egy díjazott nagyjátékfilm forgatókönyvírója voltál. De lehet erről szokni, vagy letenni, vagy eltenni a fiókba? Én azt gondolom, hogy Minden választásoddal valami megszűnik, és valami elkezdődik. Tehát amikor én 94-ben megírtam az Estikoni Csodás utazása című nagyjátékfilmet, ami miatt én A-licenszes forgatókönyvíró vagyok a mai napig, mert hogy a világ 12 nagyjátékfilmes fesztiválján az egyiken ment nekem versenyfilmem, amit én írtam. Innentől kezdve egy életre gyakorlatilag bekerültél Magyarországon az A-licenszes forgatókönyvíró közé. Akkor utána engem rengetegen, fiatal, és 20-valahány éves voltam, tehát első játékfilmem volt, és már is ekkora lett, és akkor hoztam egy új hangot, és akkor elkezdtek bombázni a rendezők könyvekkel. Én pedig egy kicsit megszédültem ettől a dologtól, és elkezdtem válogatni. És addig-addig válogattam, míg kimentem a divatból. És utána már ugye nehéz abban visszamenni, úgyhogy a filmes tudásomnak, az A-licensznek, ennek tulajdonképpen az a következménye, hogy rájöttem, hogy tudok a színházban, illetve a most már hozzám is kötődő nagyobb szabású városi ünnepi rendezvényeken, merek filmekben, filmes képekben fogalmazni. Tehát azt jelenti, hogy egy dramaturgot mindig el tud vinni az esze, el tudja vinni a bölcsész tudás. De a mi szakmánk pontosan arról szól, hogy ez egy háromdimenziós szakma, ahol minden tudás annyit ér, amennyit abból te térbe bele tudsz helyezni, és amit át tudsz adni a játéktestvéreknek, a színészeknek és a többieknek. Ehhez képest a film még több, mert a színház az egy biztonságos 3D, mert mindent te hozol benne létre. A film meg ott az időjárás. Az meg már 4D. Újabb megfogalmazása a dramaturg feladat. Tehát én gyakorlatilag én nem jövök zavarba, hogyha 3D-ben vagy 4D-ben kell valamit elgondolnom, pláne ha azt nekem is kell megcsinálnom, mert akkor tudom azt, hogy mi vár rám. No, a Bárka Színház az egy lépcső volt? A Bárka Színház egy fantasztikus történet volt, oda én, ha elgondoljuk azt, hogy ugye ott a Csányi János nevét muszáj megemlítenünk, és jó szívvel említem meg Bárka ügyben, mert ez az egész az ő szellemi, belőle indult ki, meg az ő társából, a Szalai Szabó Istvánból, ők ketten kerestek meg engem egy esős napon, Szolnokon, hogy volna egy tervük, hogy alapítsunk színházat. Persze, miért ne. És rámutattunk a 8. kerületben a Ludovikai épületéhez csatlakozó tanteremre, ahol ott 1200 diáknak volt egy nagy tanterem. Az volt a vívóterme korábban, de egy működött
mint iskolai tornaterem. Csányi János azt mondta arra a tanteremre, hogy ott pedig színház lészen. Hát két évig arról szólt az életünk, hogy ezt a mondatot próbáljuk meg visszaigazolni. Úgyhogy mi szó szerint egy zuhanyzóban, az első irodám egy zuhanyzóban volt, ahol a bűzelzáró fölé tettünk egy kopott szőnyeget, és egy lábra tett kis asztal mellett kezdtük el szervezni a színházat. És hihetetlen szerencse és nagy-nagy áldozatok közepette 3 év alatt kicsiholtuk azt, hogy oldalba lehetett vágni a Bárka nevű hajót egy klasszikusan, egy pezsgős üveggel. Annak a színháznak én furcsa módon nem dramaturgia voltam, hanem működtetési igazgatója. Tehát furcsa módon én a színházban, mikor ilyen normális, üzemszerű színházba kerülök, az a rengeteg praktikum, amit én hoztam magammal, meg az a fajta precizitás, amit én hordozok magamban ezek szerint, az alkalmassá tesz engem arra, hogy átmeneti helyzetekre én egy ilyen technikai emberré váljak. Tehát én a színház csinálásnak a Bárkán azt a részét tanultam meg, amit egy dramaturg soha nem tanul meg. Az pedig a színházi működtetés, a színházi üzemtan. Tehát most azt merem már mondani, hogy nem nagyon van olyan szegmense egy színháznak, amit én valójában úgy igazán mélyen nem ismerek. És ráadásul nem csak belekóstoltál, ahogy fogalmaztál, hanem a mélységeit is kutattad, illetve eljutottál addig. Mit mondaná erről Bótó Strauss? Két nagy találkozásom volt színházi alakokkal. Mind a kettőből született egy munka. Az egyik volt Bótó Strauss, akiből én gyakorlatilag az első TDK dolgozatomat írtam még bölcsészkaron, magyar-német szakon. A másik pedig majd Ramon de Valle-Inclán, akiből meg a doktorimat írtam. Egy német, egy új szenzibilis német író, és egy 20. század elejének spanyol avantgárd drámaírója, akit a spanyolok nagyobbra tartanak, mint Lorca, és egyáltalán nem ismer Magyarországon. Fura módon, ugye én a Bótó Strausst azt németül olvastam először, még ennek a munkának a kapcsán, amikor leellemeztem ezt a Magyarországon még nem is lévő színdarabot, a Parkról van szó. Majd 15 évvel később egyszer Szikora János fölhívott telefonon, teljesen váratlan, hogy te figyelj már, nem tudod, hogy hogyan tudná ő megszerezni Bótó Strauss a Park, Der Park címűt. Nem János, hátranyúlok, itt van a fiú, itt van az asztalomon. Mert akkor kezdte el Zágrábban próbálni, akkor lefordították az anyagot, azt én megnéztem, tehát németből ment a lefelé fordítás. Hát így állnak össze a dolgok. De a fordítást nem hagytad abba? Vagy csak részben? Hiszen ez megint egy folyamatos munkát igényel. Csak olyat fordítottál mindig, ami felkeltette az érdeklődéset, vagy megbízást is vállaltál, ha már itt tartunk? Nem, én csak olyasmit fordítottam le, ami valamiért az én akkori helyzetemben ahhoz nekem szükséges volt. Ma már ott tartok, hogy sokkal több szakirodalmat olvasok, mint szép irodalmat, de hát ezzel a munkával jár, hogy gyakorlatilag folyamatosan készülünk valamire. És én nekem a nagy élményem a könyvek kapcsán az a berlini Szabad Egyetemnek a könyvtára volt, a Freie Universitätnek a könyvtára volt. Én ott találkoztam először azzal, ami szerintem lehet, hogy ma már teljesen hagyományosan működik, hogy az ember nem úgy van, hogy kikéri a könyvet kölcsönző lapon, és utána egy kis kocsin kihozza neki egy szakmunkás valahonnan hátulról. Szabadon lehet bolyongani a könyvtárban. Tehát amikor ott vagy egy nem is tudom hány millió kötetes könyvtárban, ami akkora, mint a Rúzsa nevében az a hatalmas nagy torony, és amerre még szabadon a könyvek polcait, a polcokon lévő könyveket szabadon leemeled, és megtagsálod, hogy azt te most ki akarod-e kölcsönözni, vagy nem. Tehát a katalógus csak arra való, hogy eljuss oda a könyvhöz, amivel neked dolgod van. Tegnap láttam egy dokumentumfilmet az alexandriai könyvtárról, a hatalmas nagy térben
egy ember jött velünk szembe, jobbra nyúlt Plutarkhoz, balra nyúlt Arisztotelész, egy kicsit olyan, igen, és 20. századi módon. Én, ha tehetem, én azért évente kijárok, mindig teszek, mindig alkalmat keresek a családdal, most megint megyünk 2 hét múlva, hogy eljussunk, mert nem szeretem Berlint egyébként, egészen különleges hangulatú város, és akkor mindig elmegyek egy kicsit fellélegezni, és hogy azt az érzést visszahozzam magamban, amikor, hogy a szellem az valahol azért mégiscsak a könyvek között érzi otthon magát. Az imént említetted Szikora Jánost, és akkor megérkeztünk a MÁ-ba. Barátok vagytok? János nagyon, nagyon, nagyon szigorú ezzel a szóval. Én azt gondolom, hogy ő az a fajta ember, majd tőle kell megkérdezni, aki nagyon, nagyon régről származtatja a barátot, tehát minél idősebb, annál kevesebb ember fér be ebbe a csapatba. Én azt tudnám mondani, hogy nagyon, nagyon bensőséges munkaviszonyban vagyunk. Én valószínűleg nagyon sok olyasmit érzek belőle, időnként mondja, hogy sokkal jobban tudom, hogy ő milyen, mint amin ő saját maga. Én nagyon-nagyon szeretek egyébként vele dolgozni, részben az ő környezetében lenni. 2012. augusztus 1-e. Ez egy nagyon fontos dátum a te életedben is, a ti életetekben és a miénkben, tehát a Színház Szerető Székesfehérvári közönség életében feltétlenül. Váltás történt, érdeklődésre vártuk, hogy mi történik 5 esztendővel ezelőtt. És mi történt? És én azt gondoltam, hogy igen, a színház összehozott, ti érdettetek meg, a színház, ami összehoz, a jubileumi évad, a színház tele élménnyel, így történt. Addig is jártunk színházban, de ez egy kicsit most más. Milyen tervekkel érkeztetek? Nyilván, amikor megfogalmaztátok az alapjait, hogy mit szeretnétek itt elérni, társulatépítésre gondolok, művészeti koncepció és így tovább, akkor azt próbáltátok megvalósítani. Viszont hogy jut el addig, hogy egyáltalán ez a terv megszülessék? Hát most mondok egy nagyon csúnyát, és előre is elnézést kérek Székesfehérvár lakosságától. Nem volt az, tehát a szakmai térképen nem volt Fehérvár rajta. Én azt sem tudtam, hogy Székesfehérváron társulat van. Én ott tartottam, hogy Székesfehérváron egy befogadó színház van, és ott Pestről járnak le emberek. Ugye én őszintén meglepődtem, mikor a pályázattal kapcsolatban nekünk dolgunk lett ezzel, és akkor amikor meg utána megnéztük az épületet, én szó szerint elnémultam. Hogy én még életemben ilyen gyönyörű helyen nem voltam. Tehát az első lépés az volt, nem. A nulladik lépés az volt, hogy én járkáltam a városban, és megpróbáltam kitalálni, megérezni azt, hogy ez micsoda. Milyenek vagyunk mi? Nem, mit mond a város? Mit mondanak az épületek, mi a ritmusa, a hangulatai, a terei, és mi a dolog? Tehát nem az a, tehát színházat összehozni, az nem annyit jelent, hogy az ember fölír egy papírra 12 jó darabot. Ezen is sokkal több. Belül is, kívül is? Belül is, kívül is sokkal több. Az ilyen típusú ember, mint én, pedig nagyon-nagyon-nagyon-nagyon különös. És ha van Isten újja az én életemben, már pedig azért többször volt olyan helyzet, amikor azt mondtam, hogy köszönöm, akkor ez most így rendben van. Az, hogy engem összehozott a Fehérvár történelmi múltjával. Tehát én azt gondolom, hogy színházi ember, vagy nyitott színházi ember számára, aki nem elégszik meg azzal, hogy a színház az csak egy épület, ahol gyakorlatilag üzemszerűen lebonyolítunk előadásokat, hanem a sokkal másféleképpen kell megszólítsa az adott közeget. Azért ekkora mitoszra rátalálni, mint a, vagy ekkora igazából föltára, tehát érzéki módon, élvezeti módon, élményszerű módon, még feldolgozatlan lehetőség, mint az itt a Nemzeti Emlékhellyel kapcsolatos tudásanyag. Ez szerintem, ha az egész életemben csak ez a néhány év lett volna, ami Fehérváron eddig eltelt az 5 év, én azt mondtam volna, hogy nem születtem hiába. Ez az 5 év minden bizonnyal megerősíthetett benneteket, mindnyájatoknak, a színházon belül és kívül is, hiszen én nagyon sokat járok emberek között. Nagyon sokat beszélgetnek, nagyon sokan szólítanak meg. Nagyon sokat beszélgetünk pontosan erről a színházról is.
elvarázsoltak az emberek a Sztényfehérváron, viszont elvarázsolta őket a színház is. És ezt nem azért mondom, mert itt vagy, hanem egész egyszerűen a Sztény. Viszont ehhez nagyon sok munka kellett. Tehát a társulatépítéstől művészeti koncepció, ahogy az imént elmondtam. Nagyon sok minden. És kellett az is hozzá, hogy a felső vezetés a társulat tagjaival együtt egy kiváló csapatot alkot. Én gondolok itt Bagó Berci, Hargita Iván, Horváth Csabával együtt. Így van. És ti ketten értelemszerűen, Szikora János és művészeti intendánsként te magad. De hogyan lehet napról napra fejlődni, hiszen a szintentartás mostanság már nem elég? Megerőlegeztél egy sajtótájékoztatót ez ügyben majd, tehát a mi feladatunk a második 5 éve ciklusra majd pontosan az lesz, hogy hogyan tudjuk az elért vívmányokat úgy tovább vinni, tovább fejleszteni, hogy ne ismételjük önmagunkat. Tekintve, hogy én elolvastam már ilyen Szikora János koncepcióját, az most akkor erről nem beszélünk, viszont a személyes sorsodról még kell, hogy szót ejtsünk, hiszen ünnepnapokat mondok, amelyekhez te kapcsolódsz még hozzá szorosan. Március 15-e, október 23-a, tehát az 56-os események, az advent, ami nem különben fontos számunkra, a magyar kultúrkörben és történelmi visszatekintés szerint is, és ráadásul a fiatalokkal való kapcsolatod, az mindent példaértékű. Kezdjük március 15-ével. Rendhagyó, amit rendezel, és olyan fiatalokkal teszed ezt, akik talán ismét ráébrednek a méltatlanul elfeledett történetek megismerésére. Örülök, hogy így látod, ez kifejezett cél. Én úgy látom, azt tapasztalom, hogy az ünnepekkel kapcsolatban két alapgesztus szoktunk elvégezni. Egy függőleges főhajtást, amely után egy ilyen kerekdett tárgyat fölhelyezünk egy kampóra, koszorúzás címszó alatt, és gyakorlatilag ezzel tulajdonképpen nagy kérdés, hogy beljebb kerülünk-e a történetbe. Én meg azt gondolom, hogy az ünnep szerkezete az egy nagyon bonyolult dramaturgiai képletet rajzolhat ki, amely rendkívül izgalmas, a fiatalok számára átélhető köznapi történetekből áll. Ezért van az, hogy én mindig nagyon látványos, erősen zenére építő, időnként kifejezetten frivolnak tűnő jeleneteket építek bele ezekbe a történetekbe, és nem ördögtől való a humor, vagy az irónia sem. Tehát ugye, hogy ne ráragadta erre az ünnepre, mint olyanra, az ünneplő ruha, és egyfajta ilyen protokolláris szigorúság és fegyelem. De tulajdonképpen én nagyon sok ilyen ünnepen vettem, és azon vettem magam észre, hogy unatkozom. Ezek az ünnepek pedig mégiscsak nagyon kevés, tehát a magyar történelemben nagyon kevés olyan esemény van, ami tényleg ünnepé párolódik, és ez a nagyon kevés esemény, azt gondolom, hogy akkor tudjuk továbbadni az utódoknak méltó módon, hogyha ezt a fajta bonyolultságát, szépségét, különlegességét, egyszerűségét, primitívségét és improvizatív jellegét egy nagy-nagy eseményben tudjuk az ünnep pillanatává párolni. Tehát én mindig fölbontom az ünnep mögött lévő szigorú tartalmat, föltöröm az ünnep dióját, megnézem, mi van benne, és utána egy más rendszerben a diákjaim segítsége az ő kreatív létezésükkel újra megmutat, és ez a fajta újra megmutatás már tud olyan erős lenni, hogy az kiváltja azt a hatást, amit egyébként az ünnep méltó megünneplése jog szerint követelme. Így van, ez felelősség is. De én meg kell, hogy mondjam, hogy talán a mi középiskolás korunkból unalomig ismert történet, ugye, hogy Jókai az én botommal hadonászott, nem tudván, hogy szurony van benne. És egyszer csak kirepült a szurony egyenesen Bécs felé. Jó jel, kiabáltuk mindenben. Most erről szólt március 15-e, és egy cseppet sem bánom, és azt gondolom, egyetlen székesfehérvári sem, hogy most már nem ilyen. Igen. És az 56-ra ugyanez vonatkozik. De meg kell mondanom, hogy azért ilyen szempontból a hála nem jó szó, hanem a köszönet a jó szó erre, hogy azért azokat a lehetőségeket megadja a város a fiataljainak
és nekem, vagy nekünk, hogy ezeket a léptékű ünnepi műsorokat létre tudjuk hozni. Ugye most már lassan kialakul egy fehérvári nagyságrend, és egy fehérvári ikonográfiája a pirosbetűs ünnepek megünneplésének, amit szinte színházi eseményként vár a közönség. És kialakult egy csapat is. És nem kevésbé neked köszönhetően. Tehát van egy olyan mag, én azt gondolom, hogy büszkék lehetünk rájuk, és nem csak a versmondó fiatalokra gondolok, akik rendszeresen résztvevői a versünnepnek, és rendszeres szereplői a darabjaidnak, hanem ennél sokkal többen vannak. Tehát jó úton járnak a középiskolák is. Ugye most az elmúlt két évben sikerült ezzel a szűk csapattal csinálnom egy János Vitézt, meg egy tündérrovándorait. Nagyon fontos volt, mert abban gyakorlatilag egy ilyen vaskeménységű alapgárda kialakult. Idén most az első alkalom, hogy ez a dolog most itt nem folytatódott, de mindenféleképpen azt is fontosnak látom, hogy a fehérvári amatőrök egy professzionális színház keretei között mégiscsak folyamatosan jelen tudnak lenni a színházi életben. És akkor ezt hozzáveszünk a rengeteg mentori programot, hozzáveszünk a pirosbetűs ünnepeket, hozzáveszünk Gorziumot, most már ugye az elmúlt két évben szintén velük együtt dolgoztam Gorziumban, és talán fölkérésem van a következő éves Gorzium játékokra is, ha képes leszek időben megírni a darabot. És ugye én azt mondtam most mindenfelé, hogy én olyan úgy érzem magam, mint az egyszeri aranyásó ott a prérin, amerre nyúlok a földre, aranyrögben. Tehát, hogy azért én egy Szolnok nevű megyeszékhelyről jövök, de a tehetségnek az a szinte már pazarló áradása, ami diákban, felnőttben, ebben a városban létezik, az engem minden egyes alkalommal megdöbbent. Tehát egy kicsit úgy találtad meg őket, mint Salamon király Szulamitot. Úgyhogy én most úgy játszom ezzel a dolog, tehát most igazából úgy is érzem magam, mint egy kisgyerek a játszó szűnyegen, aki gyakorlatilag ösztönösen pakolja a körülötte lévő játék kockákat különböző alakzatokba, és én az én munkámat valóban nem látom másnak, mint annak, hogy egy ilyen játszó kisgyerekként a fehérvári tehetségekből mindig újabb és újabb rendszerben összerakva különböző anyagokat hozok létre. Tehát, mint Kuprin mondta, hogy a tengerfenekéről felhozunk sok-sok üres kagylót és silány értéktelen gyöngyöt, míg végül a tengerfenekéről felhozunk az igaz gyöngyöt, amely méltó a királyi koronára, mondta volt. De egy kicsit tényleg így van. Próteátról. Ugye gratuláltam az elején. Igen, köszönöm. Azt viszont meg kell, hogy kérdezzem, hogy miként éli meg egy egyébként is sikeres ember, aki nagyon sokat tesz a közért, a választott hivatásáért, hogy azt a külsődleges jegyekben is megnyilvánuló kitüntetéssel honorálja. Hát tudod, ez úgy van, hogy én megrémültem. És akkor rájöttem arra, tehát megrémültem, nagyon komolyan átadott rajtam, hogy el se jövök. Mert hogy az ember mit csinál, megkapja ezt a levelet, akkor halálosan megdöbben, hogy hát miért egy olyan intézményben dolgozom, a rajtán kívül még 10 másik ember simán megérdemelte volna. Akkor jó, akkor én kaptam, Uramisten, kell-e valamit szólnom. Akkor elkezdtem gondolkodni azon, hogy hát valamit nyilván beszélnem kell ebből az alkalomban, és akkor elkezdtem magamban fogalmazni, rémisztőbbnél rémisztőbb közhelyeket, amitől megrémültem, hogy hát Pálcai fiú premierjén ott van egy ember, aki ostobaságokat beszél, miközben a 472 ember várja, hogy a függöny szétmenjen. Úgyhogy végül is annyi történt, hogy eliszkoltam. Megkaptam az elismerést, és leiszkoltam a színpadról. Ez két tapasztalatot hozott. Az egyrészt azt, hogy muszáj jobban viselni ezeket a helyzeteket, mert ez is ugyanúgy hozzátartozik. Tehát ugye nyilván tudjuk, hogy adni könnyebb, mint kapni. Mert aki ad, az nem beszél, aki kap, annak meg valamit csinálnia kell ebben a helyzetben, nem kell semmit csinálni. Úgyhogy másnap szerencsére felkelt a nap, semmi különös esemény nem történt, úgyhogy ez már a múlt. Minden esetre köszönjük neked, és azt hiszem, hogy lesz még dolgotok bőven. A sajtótájékoztatót nem megelőlegezve, bár a Pál utcai fiúkról már beszéltünk, remekül kezdődött az évad, nagyszerű ez a darab mindenképpen.
és hát bízunk benne, hogy ez így folytatódik, miért is ne, hiszen az elmúlt 5 évben is így volt. Én pedig még egyszer gratulálok mindannyiunk nevében, és köszönöm, hogy megtiszteltél. Én köszönöm, és akkor muszáj vagyok megköszönni, sőt, nagyon szeretném megköszönni a fehérvári szülőknek, a Fehér megyei szülőknek, és az összes tanárnak, akivel valaha itt Fehérváron dolgom volt, mert a munka oroszlán részét ők végezték el. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Matúz János volt, a Vörösmarty Színház művészeti intendánsa, friss Proteátró díjas. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Minden jót kívánok, viszontlátásra!